Tehát akkor tulajdonképpen az első szövegedet más nyomta el. Igen, igen, az első szövegemet azt odaadtam neki, mondhatjuk így, igazából megkértem, és akkor együtt melóztunk. De még akkor sem, utána sem, hogy ez megjelent, sem vetődött fel bennem az, hogy így én magam előadjam, úgyhogy inkább abba az irányba mentem, hogy másnak írjak. Viszont nagyon sokan, akkor volt rajta 1,5 millió megtekintés azon a klippen, és emlékszem, hogy azon a héten, amikor letörölte, fix napi 10 000-rel ment egyébként a megtekintéseknek a száma, szóval tényleg egy nézett videó volt, és tényleg szerették. Ez egy nagyon szemét kérdés volt amúgy, de... Hát figyelj, szerintem nem nagyon lehet általánosítani külföldi, meg magyar szinten, mert itthon is azért rengeteg, tehát ugye például mondtuk a Smith-től, hát szerintem óriási világra szóló név lehetne egyébként, sőt szerintem azon az úton is van. Jó, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Kék utcán podcast eheti adása, és itt ülök a stúdióban, nem egyedül, ahogy megszokhattátok, ha a Kultusz Digitálban vagyunk, akkor vannak vendégeim, úgyhogy kérlek így jobbról, balra mutatkozzatok be, tudják hova tenni a hangot. Magyar Matyi, kösz Viktor, üdvözlöm én is a kedves nézőket és hallgatókat. Köszi a lehetőséget. Én pedig Hauser Ádám, sziasztok. Én nem tudom, miért vagyok itt, de itt vagyok. Ezen biztos. Ez egy ilyen random jelleggel. Jó, hát akkor Matyi, kezdjük így a legelején, hogyha be kéne mutatkozni pár szóba, hogy mivel foglalkozom most így jelenleg, tehát hogy tudják hova tenni az emberek, hogy miről is lesz ma szó. Hát ami miatt itt vagyok, az nyilván az, hogy a zenéhez is van valamilyen közöm, tehát hogy foglalkozok valamilyen szinten azzal is, de van egy polgári melóm, amiről egyébként jó, hogyha annyit kell tudni, hogy kereskedelembe dolgozok, de nagyon mélyen belemenni nem szeretnék. Maga a zenélés az meg már lassan 10 éve. Egyébként, hogy így az életem része lett. Volt benne egy pár éves szünet, amire majd szeretnék is kitérni egyébként a mai alkalom során, de most nagy részt egyébként a polgári meló az, ami leköti az időm nagy részét. A zenére meg remélem, hogy egyre több időm lesz, ahogy haladunk. És a zene az műfajilag? Hát figyelj, műfajilag, amit én csinálok, az mindenképpen rap, amit hallgatok, az meg nagyon megyes, tehát hogy szerintem nincsen, szerintem jó meg rossz zene van egyébként nekem, tehát hogy műfaj alapján nem tudom bekategorizálni az ízlésemet. Amit csinálok, az meg inkább ilyen populárisabb rap, szerintem. Akkor innen is kérnénk egy bemutatkozást. Igen, hát szóval, ja, hát én is zenélek, zenéltem 10-12 éven is valahogy úgy, illetve közben pedig ilyen podcast és rádió műsorok gyártásával szoktam néha foglalkozni. Így hetente egyszer mindenféleképpen, előtte egy 5-6 évet pedig egy reggeli műsorunk volt annó. Rádióba. Mondjuk a reggeli műsor, az jó, az jó feeling az jó, lehet. Olyan, az jó, igen, azt szerettük, mi is korán keltünk, hamar végeztünk, ugye így ezáltal, de vagy ez jó, az én ezt szerettem, bírtam, amikor az ország, jó, nyilván nem országot ébresztettünk, mi egy kisebb várost ébresztettünk, de az is egy nagyon jó volt, szórakoztató volt. Jó feeling. Na, és akkor kanyarodjunk rá egy az első kérdésünkre, vagy gondolatunkra, hogy miért kezdtél el a zenével foglalkozni, és mikor jött ez így? Hát figyelj, szerintem nagyjából mindenki azért kezd el a rap műfajon belül a zenével foglalkozni, mert van egy olyan behatás az életében, amit így próbál a szavakba önteni, és akkor megírja szerintem az első dalszövegét, vagy rap szövegét. Nálam egy ilyen nagyon, nagyon meglepő módon egy kamaszkori szerelem volt egyébként, ami elindított ezen az úton. De akkoriban még nem gondoltam egyébként arra, hogy én ezt majd előadom. Nem voltak ilyen irányú gondolataim, úgyhogy azt hiszem 16 évesen kezdtem el irogatni. Most 26 vagyok, bocs, ez lemaradt az elejéről. De akkor stimmel a 10 év legalább, amit mondtam. Szóval 16 voltam, amikor elkezdtem szövegeket irogatni, és 17 éves koromban volt meg az első dalszövegem, de még akkor sem gondoltam arra, hogy ezt így előadjam. Úgyhogy nekiálltam magyar előadókat kutatni, hogy esetleg lesz-e valaki, aki ezt vállalja. És lett, amúgy. Volt PG, amúgy ez nem titok, fenn van a neten is. Pont most forgatott vele a Dávid egyébként a Rónai Petivel egy klippet. Ez volt az Örökké című dal. Ez egyébként úgy állapodta meg a Petivel akkor, hogy ez nem kerül fel a YouTube-ra, csak hogy nekem, meg a leányzónak nyilván, akiről szólt, hogy ilyen saját használatra, meg célra
ezt összerakjuk, és akkor annyira megszerette ő is a dalt elkészítés után, hogy akkor megállapodtunk, hogy felrakjuk YouTube-ra. Csináltam egy tök új csatit, nem az övén jelent meg, hanem az enyémen. Nulla feliratkozó, tehát hogy egyébként semmi olyan nagy hype nem volt, meg nem marketingeltük be, meg semmi ilyesmi. Ehhez képest pont néztem egyébként a napokban, és már majdnem 500 000 megtekintés van rajta, tök durva. Wow. Tehát akkor tulajdonképpen az első szövegedet más Igen, az első szövegemet azt odaadtam neki. Mondhatjuk, így igazából megkértem, és akkor együtt melóztunk. De még akkor sem, utána sem, hogy ez megjelent, sem vetődött fel bennem az, hogy így én magam előadjam, úgyhogy inkább abba az irányba mentem, hogy másnak írjak de az szövegeket. De ez így elsőre azért szerintem megtisztelő, hogy abszolút, pályakezdőként egyből valaki azt mondta, hogy abszolút. Jó, igen, és egyébként a PG-nek akkor már volt is egyébként inkább az ilyen underground vonalba volt szerintem. Szerintem a hallgatóinak a nagy része onnan került ki, de volt már neve, tehát ugye nem egy ilyen ismeretlen senki volt már akkor a YouTube-on, vagy feltörekvő, bocs, inkább fogalmazok így. Szóval abszolút megtiszteltetés volt, ja. És egyébként nem kaptatok így negatívat? Mert ugye évekkel ezelőtt már szerintem azt kinőttük ezt a fajta dolgot, hogy tök gáz volt, amikor valaki előadott egy dalt, és akkor oda volt írva, hogy szöveg akárki. Hogy nem ő írta a szöveget, és a rap körökbe ez ment egy időben nagyon, hogy tényleg nagyon gáz, hogyha nem saját maga írja. Ugye a pop előadók azok olyanok, azok tőlünk. Hagyjuk, ők nem saját maguk írják, de ugye a rapnél ez ilyen elvárás volt. Igen, és ez annyira új voltam ebbe az egészben, hogy fogalmam nem volt egyébként ezekről még akkor, hogy ez hogy működik. Úgyhogy sajnálom egyébként, hogyha a Peti kapott ezért valami negatív visszajelzés, biztos, hogy sajnos kapott egyébként, de mondom még egyszer, hogy megbeszéltem vele, tehát nem az saját döntés volt, és akkor visszaéltem ezzel, hogy akkor kiraktam a netre, vagy ilyesmi. Pusztán tényleg arról volt szó, hogy volt egy szöveg, ami tetszett neki, volt mellé egy zene, ami szintén tetszett neki, és akkor mondta, hogy szívesen részt vesz benne. Úgyhogy ha emiatt valaki tényleg negatívumot mond rá, mert segített ebbe, akkor azt sajnálom. És azóta így írtál szöveget úgy más adta elő? Tehát ezen a dalon kívül? Igen, akkor utána kezdtem el a Golden Coast-os srácokkal melózni, a Manduládival, meg a Járvás Levivel. Az meg úgy jött, hogy Facebookon görgettem, és akkor belefutattam, az Ádám kirakott egy videót, hogy ott talán a Tisztartó Ádi zongorázott mellette, és akkor ott nem tudom, valami verzét nyomatott rá, és tökre megtetszett a zene, és ráírtam az Ádámra, hogy csinálnak-e, milyen zenét csinálnak most ilyesmi, és hogy tökre szívesen részt vennék a projektbe, segítenék nekik a szövegbe ilyesmi, és akkor elkezdtünk dumálni, amúgy az is meglepő volt, hogy visszaírt már. Miért írt volna egyébként vissza, de visszaírt. És akkor elkezdtünk dumálni, hiszem talán pont itt a Kultuszba ide jöttem el velük először, és akkor felvettünk egy olyan dalt, amihez még nyilván nem volt közöm, csak ismerkedtem velük, meg ilyesmi, és akkor utána volt több Golden Coast dal, aminek én írtam a szövegét. Inkább az ilyen érzelmesebb dalok voltak. Egy kérdés fel is van itt nekem írva, hogy ha rámegyünk a csatornádra, akkor ott van egy Golden Coast klip, hogy az úgy olyan indokolatlan, hogy miért került oda, de akkor... Az azért került oda, ez a Hibákkal és Hibátlan című klip, mert... Az egy nagyon jó a futó dal volt egyébként, annak én írtam a szövegét, a Golden Coast csatornáján jelent meg. Ki lehet találni nyilván a címéből, hogy szintén egy ilyen szerelmes nótáról van szó. Viszont a videoklip az abban az Ádám az akkori párjával szerepelt, és személyes okok miatt ő azt mondta, hogy ezt neki nem jó látni, és letörölte a csatornáról, viszont nagyon sokan akkor volt rajta 1,5 millió megtekintés azon a klippen, és emlékszem, hogy azon a héten, amikor letörölte, fix napi 10 000-rel ment egyébként a megtekintéseknek a száma, szóval tényleg egy nézett videó volt, és tényleg szerették, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ne veszem már el, tehát hogy akkor valamilyen formában legyen megtalálható. Sajnos nyilván minőségromlással tudott visszakerülni, mert nem tudtam megszerezni az eredeti anyagot, ami a klippet illeti, de ezért van fenn amúgy. És nem kaptál utána negatívat? Már nem írtak rá, hogy figyelme azért, ez nem okkal került le, tehát hogy miért töltötted vissza? Hát nyilván mielőtt visszatöltöttem, azért felhívtam meg, én beszéltem az Ádámmal, hogy most ez mi. Mondanom se kell, hogy rá egy napra ő is megbánta ezt, mert ugye a YouTube ne úgy működik, hogy ha azt letörled, akkor az ennyi, az nem tudsz mit csinálni, tehát nem csak le hájdolta, vagy hát ugye... Hát vagy csak privátba tette volna. Privátba tette volna, igen, hanem letörölte azzal, meg már utána nem nagyon tudsz mit kezdeni.
Szóval nem haragudott érte egyébként. Szóval mi a tanulság, barátnővel nem csinálunk videókat. Egyébként pont ez az, hogy... Az SM-nek is volt ilyen klipje, emlékeim szerint ott is az első barátnő, vagy másik barátnő, nem tudom, és ott is volt utólag valami, de ők fennhagyták emlékeim szerint azt a klipet. Hát az a rólunk szól volt, ha jól tudom, és az ebben vagy a második rész, vagy nem vagyok biztos. Nem tudom, annak van-e több része, de van, igen, és az brutálisan pörgött, gondolom azért hagyták fenn, mert igen, ez a baj. Ez veszélyesen, hogy ebből a szempontból, hogy nem mindegy, hogy kivel forgat az ember amúgy. Hát igen, de hogyha meg belegondolsz, most hogyha barátnőddel forgatsz, akkor igazából, ha úgy fogod fel, hogy az akkor az életed része volt, akkor szerintem személyes okok miatt letörölni egy klipet, az nem biztos, hogy egy jó megoldás. És hogyha már szövegírás, akkor melyik az a vonal, ami jobban megy neked? Van egy tippem, tehát hogy ez az érzelmes vonal, a szerelem, amikor ki kell adnod magadból, ez nyilván jobban megy neked is, nem? Könnyebben. Könnyebb. Nem csak erről írtam egyébként, meg most sem csak erről írogatok, de nyilván könnyebb, tehát több az olyan mondani való üzene, ami ilyen töltető. És akkor hogy jutottunk el az első dalig? Tehát, hogy mikor született meg a gondolat, hogy akkor most én adom elő, és nem mondjuk valaki más? Az első dalig úgy jutottunk el, hogy írtam már, nem is tudom, szerintem 4, 5 vagy 6 zenét az AD-éknak, a Golden Coast-nak, és mindegyik, amiket írtam, az mindegyiknek tök jó visszajelzések voltak. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy na, hogyha ez így működik, meg szeretik, meg megkaptam az első ilyen pozitív visszajelzéseket, akkor miért ne jöhetnék én is be a stúdióba, a másik helyiségbe, és miért ne állhatnék én a mikrofon mögé. Úgyhogy az első saját dal az olyan szinten volt saját, hogy az még az Ádámmal közös volt egyébként. Kitaláltuk, hogy akkor csináljunk egy formációt, mivel ő Mandula, én meg magyar vagyok, ezért nagyon kreatív néven, Emendem néven csináltunk egy formációt, és akkor vettük fel az első dalt, leforgattuk utána az első klippet, és akkor az volt az első, aminél a mikrofon mögött voltam. Ez volt az Egy éjszakás című nóta. És ez akkor még a mai napig elérhető? Ez elérhető a YouTube-on, ezt a Smith-szel csináltuk egyébként még között, tehát Eminem X Smith volt, mert ő énekelt a refrént, akkoriban még énekelt a Norbi, és ja, nem is tudom, hogy most már hány éve, ez talán ilyen 2010, nem akarok hülyeséget mondani, 5 fele, valahogy így, 4, 5, valahogy így. Most így pontosan, durva, hogy telik az idő. Most így pontosan. Repül az idő, az biztos. Igen. És azóta így nem fordult meg a fejedbe a Smith-szel valamilyen újra egyesülni, csinálni egy dalocskát? Hát, ha jól tudom, egyébként a Smith már nem foglalkozik az éneklés részével, ugye producerként dolgozik. Szerintem a legtehetségesebb producer itthon, akit én ismerek. Meg hát nyilván, ha olyan nevekkel dolgozik, mint Snoop Dogg, akkor azért nem nagyon kell többet mondani róla szerintem. Úgyhogy, ha jól tudom, nem foglalkozik már ilyen szempontból a zenélése, hogy éneklés, énekeljen dalokban. És így akkoriban az inspirációt, vagy így kijelentette, vagy voltak-e példaképek, akikhez mondjuk külföldit is mondhatsz, meg ha volt mondjuk magyar, akkor azt is? Az a durva egyébként, hogy én olyan, ugye mondtam, hogy 16 éves koromban írtam, vagy kezdtem el írogatni, és szerintem olyan 14 éves koromig nem is nagyon hallgattam repzenét. Tehát, hogy jó, nőttem fel úgy, nekem van egy bátyám, 5,5 év van köztünk, nem tudom, Fekete Vonat Elle Junior-tól elkezdve, ami akkor futott, akkor azért ismertem minden zenéjüket. Viszont magamtól nem nagyon hallgattam, inkább elektronikus zenéket. És akkor a gimis társaságomban volt ez menő, hogy akkor magyar zenéket hallgattak az osztálytársak. És ha jól emlékszem, akkor egy talán Rico, TK, SM nóta volt, azt hiszem Baba a címe, ami annyira megfogott, azt hallgattam egy hétig, és akkor tehát kezdtem el írogatni. A Rico, ő mindenképp, hogyha valakit példaképként kell megnevezni, akkor nekem ő mindenképp. Szerintem a legtehetségesebb és legügyesebb szövegíró és előadó rap színen belül, nekem legalábbis ő. Úgyhogy itthoni viszonylatban mindenképpen ő az, aki így inspirált. Külföldi tekintetben meg inkább azért nyilván egy teljesen másik élet meg színvonal az, amit ők hoznak. Kedvencet ki tudok emelni, egy Tájga, nagyon szeretem. Életem legjobb koncertje volt, egyszer voltam a Balatonszándon egy Tájga fellépésen, az nagyon jó volt. Meg hát nyilván mindenki hatáson van, ha szerintem legalábbis itthon egy előadóra, akit valamilyen szinten figyelemmel követ.
bárkit tudnék mondani egyébként, aki ma fut és szeretettel ismert előadó, BSV, SM, de akár még most már a Valhallót is ide tudom mondani, most csináltak pont az SM-mel ugye egy közös nótát. Tehát, hogy szerintem valamilyen szinten minden előadót formál az, aki éppen fut. Akkor így gondolom, ha kijön egy új dal, akkor azt így meghallgattad, vagy új klip, akkor megnézed, hogy mások mit csinálnak. Igen, mindenképpen. Egyébként úgy szoktam, hogy ha kijön egy új dal, akkor vagy egy új klip, akkor soha nem a klipet nézem meg előbb, hanem elindítom, lenyitom a dalszöveget, és mindig úgy hallgatom meg, hogy olvasom hozzá a szöveget. Nyilván, hogyha feltöltik, ugye azért nagy arányban oda szokták írni a videó leírásba a dalszöveget. Úgyhogy általában mindig úgy hallgatom meg először, hogy először átfutom, és nyilván, hogyha tetszik a zene, akkor vissza az elejére, és akkor megnézem a klippet másodjára. De abszolút amúgy figyelemmel követem az itthonit, ja. De szoktál hibákat keresni a szövegekben? Mert számomra ez egy ilyen rossz berögződés tényleg, hogy ahogy mondott, és végighallgatom, de közben figyelem azt, hogy én lehet, hogy más rimpárt tettem volna be, vagy ha már előre tudom a rim második felét, akkor az igen, lenne jó. Tehát, hogy abszolút. A rapben van egy ilyen speciális számomra, hogy egy kicsit kreatívabbak legyünk, gondolkodjunk egy kicsit jobban a szövegen. Igen, szokott ilyen lenni. 80 milliószor írom át én is a saját szövegeimet egyébként pont ugyanebből az okból kifolyólag. Sőt, volt már olyanra is példa, hogy sajnos, amit én nem vettem észre, nyilván itt vagyok, és akkor a hangmérnök úr ugye ő segít ebbe, és akkor ő észreveszi, kiszúrja. De amúgy igen, mindig, rendszeresen keresek én is ilyen jellegű hibákat, vagy amire te utalsz, hogy meghallom, én is a rimpárnak ugye a másik felét, az a legrosszabb, hogyha tényleg az érkezik, amire már vársz. Picit ilyen csalódottságot tud okozni, de ja, van ilyen. És akkor így itthoni szférából így kivel dolgozzál szívesen? Bár volt már itt egy nevünk, de hogyha mondjuk még klipforgató stábot kéne, vagy hangmérnököt, vagy producert, vagy... Hogyha az előadóktól indítom az egészet, akkor azt mondanám, hogy azért nehéz erre válaszolni, mert nagyon kevés az, akit személyesen ismerek, és lehet, hogy amúgy tök rossz projekt lenne abból, hogy én amúgy szeretem az ő zenét, de lehet, hogy emberileg viszont annyira távol állnánk egymástól, hogy nem tudnánk egy jó dalt összehozni, de egyébként, hogyha pusztán a szimpátiát nézzük, akkor még mindig nyilván top egy, mint példaképként ugye Rico, vagy Ricoékat, ugye a Miss Mooddal, Dórival tudnám mondani. Hogyha más jellegű srácokat kérdezem, már mint hogy producer, vagy hangmérnök, vagy hogy kivel forgatnék. Nekem ez egy ilyen berögződésem, hogy én csak a Hőn a Dávid úrral szeretnék videóklippeket készítetni, mert szerintem nagyon profi, és nagyon szeretem emberileg, nagyon jól kijövök vele, úgyhogy nem is tudnék jobb embert elképzelni a klipjeimre, mint a Dávid, és ugyanezt tudom elmondani egyébként a másik helységbe ülő hangmérnök úrral, akit ugye, hogyha megnevezünk, akkor Kollázs Zsoltiról van szó. Említsük meg bátran, mert tényleg igen, egy hatalmas név a szakmában. Így van, tehát, igen. Bár ezt remélem nem hallottam most, nem? Ezek szerint hallottam, igen. És így producer? Még az van hátra. Meg egyébként ki csinálja most az alapzenéid? A producer, ez egy nagyon jó kérdés, mert én mindig szeretek ilyen feltörekvő producerekkel dolgozni, de nem feltétlen itthon. Még nem tértem ki rá egyébként, hogy most majd jön egy lemezt, tehát csináltam egy lemezt, és ott viszont együtt dolgoztam, nem is angol, lengyel, producerrel, franciával, több magyarral is, tehát hogy így igazából próbálok azzal együtt dolgozni, aki teljesen mindegy, leszámítva, hogy nem tudom, eddig milyen zenéket csinált, kikkel dolgozott együtt, milyen nevekkel, nem ez alapján ítélem meg őket, hanem az aktuális hangzásvilág alapján, hogyha az nekem megtetszik, akkor bárkivel. És tehát, hogy találod meg? Őket úgy találtam meg, nyilván gondolom a külföldiekre gondolsz elsősorban, mert a magyarokat... Ugye a magyarokra is. Hát a magyarokat őket... ismerem más előadóktól. Tehát ugye YouTube-on általában felszokták tüntetni, hogy ki producált a zenét, és nyilván egy magyarral könnyebb felvenni a kapcsolatot. A külföldieket viszont úgy találtam meg, hogy SoundCloud-on meg YouTube-on fel vagyok iratkozva azokra a csatornákra, mindig keresek új producereket, akik ilyen nagyon kevés, mit tudom én, 2-3-400 feliratkozóval bírnak a csatornájukon, és őket követem be. Akiknek tetszik a zenei munkássága, őket követem be, és van külön erre YouTube fiókom, ahol csak producereket követek, és
ott szoktam akkor ezeket nyomozni, ugye rámegyek, hogy milyen új friss feltöltések vannak, és akkor meghallgatgatom a zenéket, és amelyik tetszik, annak írok. Úgyhogy nagyjából mindenkivel így vettem fel a kapcsolatot. És akkor azokat meg úgy találtad, gondolom, hogy beírtad a kulcsszót, hogy mit tudom, hogy szedj hip-hop ilyen, beat, ilyen, és ilyen, akkor... Aha, ilyen tök egyszerű, ilyen, mit ja. tudom, jó, nem pont így, de vagy jó, csak egy hasonló. Hirtelen ez jutott eszembe ez a kulcsszó. Igen. Tényleg az, hogy ilyen kulcsszavak alapján rákerestem, most már van, nem is tudom, szerintem ilyen 20 körüli feliratkozásom, hogyha a producereket nézzük, de amúgy ezt a mai napig csinálom, tehát hogy most szerintem, sőt van olyan, akit elkezdtem követni, akkor, amikor még így kb. Senki nem ismerte, és azóta meg egy befutott producer lett, és nem is tudom, hogy hány ezren, vagy talán már több mint 10 000-en követik a YouTube-on, úgyhogy ilyenre is van példa. És milyenek a visszajelzések ilyenkor a producerektől? Tehát egyből belemennek, vagy fűzni kell őket, vagy valamit átdobsz nekik, hogy amúgy erre lehet számítani tőlem? Hát figyelj, abszolút rugalmasan kezelik szerintem, akikkel én eddig beszélgettem, abszolút rugalmasan kezelték ezt az egészet. Nekik is, mivel még feltörekvőkről beszélünk, nekik is egy ilyen érdekes dolog, hogy egy másik országban élővel dolgozhatnak együtt, meg ugye nyilván a magyar nyelvet nekik azért fura hallani. Meg ilyesmi, úgyhogy eddig nem volt ilyenből probléma, olyan volt nyilván, hogy nem válaszol, szokásos, meg hasonló, de nem, tehát hogy rosszul jöttem volna ki valakivel, olyanra nem volt példa szerencsére. És hogy érzed, van ilyen minőségi különbség a külföldi és a magyar? Ez egy nagyon szemét kérdés volt amúgy, de... Hát figyelj, szerintem nem nagyon lehet általánosítani külföldi, meg magyar szinten, mert itthon is azért rengeteg, tehát ugye például mondtuk a Smith-től, hát szerintem óriási világra szóló név lehetne egyébként, sőt szerintem azon az úton is van, meghalad. Viszont nyilván, mint itthon, minden országban vannak ilyen nem tudom, garázs producerek, tehát hogy ilyen letöltött szemperekből csak csinál zenét, tehát hogy most így általánosítani nem lehet, szerintem itthon is vannak nagyon ügyesek, és kevésbé ügyesek, és más országban is. Talán annyi, hogy Magyarország azért ugye elég pici, és ezáltal könnyebb külföldi producereket találni, akik még feltörekvőek. Itthon megmondom őszintén, hogy most így lehet, hogy én nem vagyok képbe, de talán annyira nem is ismerek olyan srácot, aki mondjuk a Zsoltival beszélgettünk, a Domonkos, hogyha jól emlékszem, ő egy Kovács Domonkos, ő egy tök ügyes srác, mutatott a Zsolti tőle több zenét, de így egyébként nagyon feltörekvő producereket itthon annyira nem is ismerek. Ja, hát végül is ez a jó amúgy, hogyha nem tudsz különbséget tenni, tehát ha majd hallgatjuk az albumot, akkor nem tudjuk megkiszólni, hogy ez a lengyel, kérdő. Ez a francia, ez meg a magyar. Igen. reméljük, igen, hogy nem fogjátok igen. tudni. Na, és hát mi volt így az eltűnésnek az oka, mert ugye neked volt itt egy ilyen fekete foltod. Volt, igen. Úgy döntöttem, hogy csinálok egy lemezt, és az meg azért elég hosszú idő, hogyha olyan albumot szeretne összerakni az ember, ami hogyha beteszed, akkor ne hallatszódjon róla, hogy ez egy ilyen összecsapott, muszájból megírt, és gyorsan felvett valami. Úgyhogy ezért tűntem el, csináltam egy lemezt, ami 12 különböző dal, meg egy intro az albumon. Ezzel ment a meló, meg ugye mellette, ahogy mondtam az elején, van egy polgári foglalkozásom, amiben tevékenykedek, tehát nyilván az időm nagy részét azért az veszi el. Viszont ezt a 12 dalt, ami rákerült a lemezre, ezt semmiképpen semmilyen nyomásból írtam meg, vagy ilyen teherként, hanem úgy voltam, hogy nem tervezem el, hogy mikor jön az album. Kitűztem célnak, hogy azért legalább egy 10-12 zene legyen rajta, mert az alatt nem nagyon beszélhetünk szerintem egy albumról, egy nagy lemezről. Aztán amikor írogattam, és amikor meglett a 10-12 zene, akkor úgy gondoltam, hogy akkor oké, ezt most így öntsük formába, vagy hogy akkor kezdjük el vele a melót, és szóló lemeznek indult, lényegében az is lett, viszont van egy leányzó, aki közreműködik nekem, és majdnem a daloknak a felében vagy így, vagy úgy vokál, vagy tényleg ő énekli a refrént, vagy van külön egy énekes része a dalba, vagy úgy benne van majdnem a daloknak a felében, illetve egy srác van, akivel csináltam egy közöset a lemezre. Azt hiszem, ő már ezt kirakta egyszer Instastoryba, úgyhogy elmondta, a Kid Rivernek hívják, neki már vannak egyébként fent a YouTube-on, meg minden felületen zenéi.
Úgyhogy két másik emberrel dolgoztam együtt, a leányzónak a nevét még szándékosan nem mondtam, ő benne van egy formációban, egyébként a Latency nevezetű formációban, Magnetonnál jelent meg most legutóbb, azt hiszem az utolsó négy, de lehet, hogy több is megjelenésük. Őt egyébként Andinak hívják, és egy közös ismerősön keresztül találtam rá. Van egy nagyon jó barátom, aki elektronikus zenével foglalkozik, és ő már ismerte az Andit régebről. És én megkérdeztem, hogy nem tud-e valakit, aki szívesen vokálozna nekem az egyik dalban, mert akkor még csak vokálról volt szó, nem akartam egyébként külön énekest rá, és akkor ő mondta, hogy írjak rá az Andira, tök jó hangja van, közvetlen csajsz, stb. És akkor ráírtam, eljöttünk a Zsoltihoz, felvettük a vokált, és annyira jó volt, hogy kidobtuk az én refrénemet, és nem vokál lett belőle, hanem ő énekli a refrént. Úgyhogy őt így ismertem meg. Ezzel telt igazából az elmúlt három év, hogy a lemezen dolgoztam. Nem akartam ezt így a social médiába semmilyen formában közölni, tehát hogy nem tettem ki erről, nem tudom, semmilyen posztot, videót, képet, mert nem tudtam egész egyszerűen, hogy mikor leszek meg vele. Hát tehát akkor nem az volt, hogy visszavonultál, vagy úgy voltam vele, hogy akkor most ennek vége, hanem dolgoztál közben keményen a lemezen. Igen, pont igazából a másik felett, tehát hogy úgy gondoltam, hogy egy lemez az, amivel talán egy magasabb szintre lehet emelni ezt az egészet, az viszont ugye időigényes, és az nem megy egyik hónapról a másikra, úgyhogy ez volt az oka. Legyen kérdésem, nagyon rám néztem. Azért néztem, hogy van-e kérdésed, mert hát az nekem persze, is van még. Az mindig van, de akkor nyomás nem volt rajtad, azt mondtad, ez akkor bátran egy másfél, két, három év alatt így összejött, és most hol állsz? Tehát most már kész van, megvan, most már arra vár, hogy mindenki megfoghassa a kezébe. Most ott állunk a lemezzel, hogy ami a dalokat illeti, azokkal a munkálatokkal, azokkal megvagyunk. Az első klippet is leforgattuk most már az elsőként megjelenő dalhoz, úgyhogy most ott vagyunk, hogy majd a klippekkel kell elkezdeni foglalkozni, mert úgy szeretném, hogyha ha nem is mindegyik, de a daloknak a nagy része az klip formában látna napvilágot. Ma már fontos a klip, azt mondod, tehát ma már kell klip ahhoz, hogy nézzék is, mert ezt saját bőrömön tapasztalom nyilván, hogyha csak egy fotó van a videón, akkor nyilván nem fog nagyon nézegetni, de hát azért mégiscsak a zene a lényeg. Nyilván nagyba számít szerintem azért, hogy kiről beszélünk, hogyha egy nagyon futó, felkapott előadóról beszélünk, akkor nem feltétlen kell hozzá klip. Talán pont a GVM K. Kevin Tidenynek van most a felkapottban egy dala, amihez nem forgatta klippet. Akkor már nem feltétlen azon a szinten, viszont addig szerintem igen, mert nagyon sokan, hogyha audióként töltött fel, akkor nem fogják meghallgatni. Kell hozzá egy ilyen vizuális világ vagy kép, amit látnak mellé. Szerintem sokkal többen nézik a klippeket, mint magát a dalt. Meg nekem úgy lesz teljes egy projekt egyébként, hogyha forgatunk hozzá egy klippet, mert el tudsz mondani egy sztorit egy dalszövegben is, viszont nekem úgy lesz kerek, hogyha mellé adsz tényleg egy vizuális történetet is. És már mindegyik klip megvan a fejben, vagy még azért gyúrás alatt van? Nem, nincs. Mindig az aktuálisra koncentrálok, és az elsőt is úgy forgattuk, hogy úgy szerettem volna, hogy minél jobban a magaménak érezzem, hogy nem akartam senkit megkérni arra, hogy segítsen forgatókönyvet írni, vagy rendezni, vagy semmi egyéb, hanem amit én tudtam, azt próbáltam magam megoldani. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a jövőben fogja változni, mert semmire nem volt időm a forgatás napján egyébként. Ott voltunk mind a kettőn, amúgy teszem hozzá, és igen, tehát én sajnáltalak is, meg hogy közben láttam azt, hogy voltak, akik segítettek pont igen, ezért, igen, hogy igen, ne kelljen igen. Neked még ezzel is foglalkozni, de még így is voltak azért néha fennakadások. Igen, nagyon szépen köszönöm innen is a barátaimnak, remek barátaim vannak, akiket be tudok fogni ilyenkor arra, hogy segítsenek nekem. De nyilvánvalóan azért az egy járható út, ha mondjuk megbíz egy rendezőt az ember, aki nem is azt mondott, tehát hogy ugye a forgatókönyvet lehet, hogy soha nem fogom másnak odaadni, pont azért, hogy a magaménak érezzem, viszont vannak olyanok, amiben igen, tényleg segítség lehet, hogyha valakit megkérek, egy szakembert mondjuk. És azt mondtad, hogy itt a lemeznél nem volt ilyen stressz, hogy most lemez kell összerakni, viszont így első klipnél volt egy ilyen
egy ilyen olyan stressz, hogy most akkor robbantani kell tényleg egy visszatérő klippet, tehát hogy az üssön az a klip nyilván. Hát valami ilyen jellegű persze volt. Alapból próbáltam az egész videóklipet úgy összerakni a történettől, elkezdve a helyszíneken át, a kellékek, nem tudom, hogy így próbáltam mindenre ugyan nagyon összhangban legyen, és majd a végén az úgy üssön akkor a te szavaiddal élve. Viszont ezt sem nyomásként élem meg, hanem hogyha olyan lesz a végeredmény, ami nekem tetszik, és amire én tényleg azt mondom, hogy basszus, ilyet akartam, akkor igazából nem nagyon fog. Nyilván, hogyha építő jellegű negatív kritikát kap az ember, akkor ezt mindig tudni kell kezelni, meg azt fogadni is kell, viszont nem nagyon fog érdekelni, ha valaki aláír annyit, hogy szar. Ez érthető, igen. Ilyen jellegű nyomás nem volt, hogy megfeleljek valakinek a klippel, hanem úgy inkább magam irányába, hogy olyan legyen a végeredmény, amilyet én elképzeltem. És hát készültetek is rendesen, mert ahogy néztem így a forgatást, azért elég sok kellék volt meg minden. Igen. Rengeteg idő volt egyébként ez a része, hogy a kellékeket beszerezni, meg átgondolni. Most ilyen képekről a falon beszélünk, meg mit tudom én, ugye párna nyilván ruházat, minden párna, díszpárna, tehát hogy tényleg minden. Ezt mind egyedül csináltam, rohadt sok idő volt azt így meló mellett, úgyhogy ezért nem is tűztünk ki a forgatásra még eleinte konkrét dátumot, meg ugye a Covid most azért sajnos nagyba befolyásoló tényező volt, de szerencsére minden úgy jött ki, hogy az idő is kedvezett, a helyszín is jó volt, a kellékeket is sikerült addig beszerezni, azért enyhítettek a korlátozásokon is, úgyhogy szerencsére jól sült el összességében a sztori. És akkor mikor lesz látható? Júni 3 lesz a videóklipnek a premierje. Ez egy fontos dátum számomra évek óta, olyan 17-18 éves korom óta, úgyhogy... És megtudhatjuk, hogy miért olyan fontos? Hát egy számomra fontos ember miatt fontos ez a dátum, tehát hogy maradjunk ennyibe. Megkaptuk az információt, úgy érzem. Júni 3 lesz, még nem döntöttük el a pontos időpontot, hogy 19-20 óra vagy, hogy hány órakor, de júni 3 lesz kint a klip, úgyhogy már nem olyan sok idő. Szerencsére már várom nagyon, tehát azért ennyi idő után nyilván nagyon várja az ember azt, hogy újra egy ilyen jellegű tartalmat tudjon feltolni a netre, meg annyira jó volt ezzel foglalkozni újra évek után, már csak a stúdiózás része is egyébként, tehát hogy brutál. Igazából stúdiózás, meg forgatás közben, meg tényleg, hogyha forgatókönyvet írok, vagy ilyesmi, minden, ami ehhez köthető, ott érzem igazán az, hogy az én vagyok. És többször már beszéltünk így az album kifejezésről, vagy lemez. Uh-huh. Lesz kézzelfogható lemez, vagy ez csak ilyen digitális album lesz? Figyelj, én egyébként, amikor elkezdtem csinálni az albumot, én ezt terveztem, meg a mai napig nem vetettem el, mint ötletet, viszont igény az, ugye tudjuk, hogy ma már egyre kevesebb van arra, hogy kézzelfogható formában jelenjen meg egy lemez, viszont én valamilyen formában szeretném amúgy megoldani, tehát, hogy akkor először keveset, feltoljuk egy webshopra, igény esetén csinálunk valami ilyesmit, tehát, hogy már csak magam miatt is tök jó lenne, nem tudom, 50-60 éves koromban majd fogni egy kézzelfogható lemez, hogy baszki, fiatal koromban ezt így én csináltam, meg ez az enyém. Úgyhogy valamilyen formában mindenképpen szeretném megoldani. Igen, viszont az nyilván még odébb lesz, tehát hogy azért akkor már ugye a daloknak a, nem tudom, 3/4-ekin kell, hogy legyen. Úgyhogy az még odébb időben. Nem szeretném egyébként nagyon sűrűn kirakni a dalokat, de hosszú szünetet sem szeretnék hagyni a kettő között, azt a hibát sem szeretném elkövetni. Viszont az aktivitást azt nyilván szeretném fenntartani. Nem akarok megint ilyen hosszú szünetre eldifundálni a köztudatból, vagy nem tudom, eltűnni a hallgatók elől, úgyhogy a klippeknek a megjelenését azt folyamatosan szeretném tartani. Mondjuk én az elmúlt időszakban kaptam lemezt amúgy, tehát más előadóktól, csak már nem az, hogy nincs rá igény, hanem nem tudom hova berakni. Szóval, hogy nincs CD-olvasom otthon, se a laptopban, se a gépben, sehol kb. Igen. Lassan a sima CD-olvasó váltja fel a bakeliteket egyébként. Sokat beszéltünk a dalról, de hogy amúgy ez milyen stílusú, ami most fog megjelenni majd? Egy ilyen popba hajró rap dal, szerintem talán valahogy így popos rap van ilyen? Van, most már létezik. Hogyha valakihez hasonlítani kell, talán úgy a legkönnyebb, akkor megint a Rico Miss módot tudom mondani hangzás világba,
meg nyilván mivel ők, vagy a Rico elsősorban inspirált, meg inspirál, ez nyilván valamilyen szinten hozzá tudom hasonlítani. Egyébként ezt azért is mondom, mert mondták nekem, hogy ahhoz, vagy az ő munkásságukhoz hasonlítható a legjobban, pedig ez nekem nem ilyen tudatos dolog volt, sőt, én nem is szeretnék valakit nem tudom másolni, meg ilyesmi, mert szerintem a rap az pont nem erről szól, hogy valakit másolja, hanem hogy tök önmagad legyél, viszont azért, hogyha úgy telnek el az évek, hogy valakit hallgatsz, az nyilván akkora befolyásoló tényezőre át, hogy akarva akaratlanul egy-két dolgot nyilván tudnak hozzá hasonlítani. És szerelmes vonal, vagy nem szerelmes, csalódás, vagy ez most három év után visszajött, és akkor bele mindenkinek? Ez azért jó kérdés, mert még a legutolsó megjelenések előtt csináltunk a Music Channel egy interjút, ahol megkaptam ugyanezt a kérdést, hogy szerelmes nóta lesz a következő, és elmondtam, hogy nem akarok nagyon szerelmes zenéket csinálni, hanem inkább ilyen bulisokat, és utána kijött két szerelmes, és eltűntem. Ők kerestek meg, hogy figyeljen. Nálunk nem ezt ígérted. Hozzáteszem egyébként, bocs, az utolsó, amit kiraktam, az nem szerelmes volt az eltűnés, mert az utolsó az Éjjelente című dal volt, az nem egy ilyen szerelmes nóta. Ez az lesz. Igen, ez az lesz. Azért lesz az, mert egyébként az albumnak a címe az lesz, hogy Felkavar. Ezt a nevet kapta a lemez, hogy Felkavar. És ez lesz a címadó dal. Mindenképpen a címadó dalt szerettem volna kirakni elsőként, illetve most lett amúgy is aktuális, úgyhogy az fog érkezni júni 3 először. És azt lehet tudni, hogy hány dal lesz, illetve melyik dalokhoz fog klip forogni, mármint nem az, hogy melyik, hanem hány darabhoz. Egyébként ugye 12 dal lesz, abból 8-hoz szeretnék majd klipet, de ez a 12 dal is egyébként úgy lett, nem azt mondom, hogy összerakva, mert nem tudatos volt, de hogy így egyáltalán nem lehet egy kalap alá behúzni őket, ami a hangzásvilágba, vagy ami a hangzásvilágot illeti. Ugyanezt akarom klipbe is egyébként, hogy nem szeretnék egy ilyen klisé lenni, van is egy ilyen dal a lemezen, aminek ez a címe, a klisé. Az például egy ilyen társadalomkritika, tehát, hogy abszolút nem csak szerelmes zenék lesznek rajta. Ugyanez a terv a klippekkel is, hogy nagyjából kétharmadához szeretnék klippet, viszont tök eltérő, mondani való jó stílusúak lesznek ezek. Aha, tehát akkor itt most számíthatunk a jó sok klipre. Igen. Rendszeresen. Igen, ez a cél, igen. Nem szeretnék eltűnni. És említettük itt a Covidot, és vannak-e ilyen terveid, hogy fellépés, meg stb., meg hogy ez így, hogy most jött ez a visszatérés, hogy pont rosszul időzítettél, vagy lehet, hogy pont jól, majd ez kiderül idővel. Aha. Hát ilyen jellegű törekvései szerintem mindig kell, hogy legyenek egy előadónak, mert hogyha mindenki azt mondja, hogy nem a pénzért csinál, én is ezt mondom, hogy nem a pénzért csinálom, hanem tényleg azért, hogy alkossak valami maradandót, meg önkifejezés céljából. Viszont szerintem egy színpadon kapsz egy nagyon jó, a legjobb visszaigazolást arról, hogy ez a zene az működik-e. Hogyha működik, akkor hogyan működik, akkor ott látod a reakciókat, nem egy kommentből, meg nem egy dislike-ból, vagy egy like-ból. Úgyhogy nyilván vannak ilyen jellegű törekvéseim is. Az, hogy a Covid hogy alakul, meg hogy miért most, vagy eddig miért nem. Most lett kész a 12 dal, és most jutottam el a 12 dal elkészítése után ahhoz, hogy az első klip is kész lett. Szóval igazából nem ilyen szempontból nem befolyásolt a Covid. Ugye a stúdió munkálatokat, azokat nagyjából tudtuk ugyanúgy tartani az eredeti terv szerint, ahogy én azt elgondoltam, és ugyanez elmondható tulajdonképpen a klipre is. Tulajdonképpen megint a Covid az nem befolyásolt engem. Tehát akkor nem volt ilyen, amikor bejött az első lezárás, hogy akkor most mindenki otthon van, akkor most kicsit nyomjuk meg a munkát, és akkor pont be lehet lépni, amikor mindenki a gép előtt ül, ugye? Mm. Nem, mert egyébként lehet, hogy okos döntés lett volna, nem tudom. Nem volt. Ez mondom, egy idővel kiderül, mert lehet, hogy addigra elfelejtik. Mm-hmm. Ugye egyébként az is lehet, igen. Igen. A mostantól a Rácz Gergőjék. Igen, szóval nekik robbant ugye a mostantól a című daluk, és ott több előadó is elmondta, hogy ez tök jó, meg minden, csak hogy miért most robbant, amikor lehetett volna fesztiválozni a dalra, fellépni, menni ezer helyre, és akkor most így robbant, és így
Igen. El is felejtjük. Meg sokan szerintem alapból már több előadónál hallottam ilyen interjúkban, hogy úgy írnak zenét, hogy már elképzelik, hogy ez hogy működik a színpadon, vagy hogy működik-e. Pont a BSV srácoktól hallottam ezt legutóbb, hogy annyira várják már, ugye a Mokambo Gang az mekkorát ment a YouTube-on, hogy meglássák, hogy ez koncerten mit ad, meg mit hoz. Úgyhogy szerintem minden, vagy hát nem tudom, hogy van-e olyan futó előadó, aki nem szeret koncertezni. Talán nem is tudom, a Follow the Flow-ból mondta az egyik srác talán, hogy ő annyira nem szeret fellépni, vagy valami ilyesmi, de hogy szerintem az kell mindenkinek, már csak a visszaigazolás miatt is. Persze, igen. Hát igen. És akkor még így a jövőre a terve. Gondolom, akkor marad ez az aktivitás a lemez után is? Persze, tehát, hogy azért már írtam zenét azóta, mióta kész van a lemez, úgyhogy ahogy mondtam, a lemez sem úgy írtam, hogy így nyomásra, hogyha van valamilyen gondolatom, akkor azt mindig leírom, és ugye születik belőle előbb-utóbb egy zene. Akkor néztem, valami 700 valahány jegyzet van a telefonomban, mindig odaírom fel. Az jó, nyilván ez nem mind komplett szöveg, hanem nem tudom, akár egy szó, persze, ez akár egy szó, ami nem tudom, például dalcímnek jó lenne, vagy ilyen két sorok, vagy a hangmérnök úrra, például szoktunk olyat játszani, hogy elküldünk egymásnak három szót, ezt három szavazásnak hívjuk, és az a feladat, hogy akkor szőjük bele egy négy sorba, hat sorba, azt a három szót írjunk vele szöveget. És pont azt hiszem volt egy ilyen, hogy 723 jegyzet leírtam, ha valamit tetszett, vagy nem is tudom, valami ilyesmi, és pont akkor néztem meg, hogy tele van a telefonom mindenféle ilyesmivel. Például kaptam a Zsoltitól olyan szót, hogy 920, amit nem is tudom, talán azt írtam rá, hogy eljön az este a 9-20, ha nem rabolhatlak el, minek túsz, vagy valami ilyesmi, és utána mondta, hogy amúgy azért mondta a 9-20-at, mert hogy akkor kell reggel, amikor 10-re jönnek hozzá stúdiózni, de hogy ez nekem nem volt meg. Szoktuk igen egymást szivatni ilyen különleges szavakkal, de tök jó játék egyébként, főleg egy borital, vagy egy sörital, vagy valami mellett egy ilyet játszani hétvégent, az abszolút kikapcsoló tud lenni szerintem. Igen, bocs, tehát Zsoltival lehet ineket játszani, tehát hamar köti fel az ember mellette magát. A szóvicc és társai favicektől kezdve. Igen, tehát, hogy ehhez kell egy olyan ember, aki értékeli. Nem tudom, hogy megtaláltam már ezt az embert, de hogy próbálkozik vele mindig. Én amúgy négy szóval nyomattam ilyen régen, csak én ismerősökkel, és volt, aki nem mondott szót már, hogy minek. Minek mondják? Tehát volt, aki nem értette, hogy miért akarok négy szót kérni. Jó lehetett a játék. Igen, fel is adtam, de most már tudom, Zsoltinak kell majd írni, hogy abszolút, mondjon négy szót. Én nagyon szoktam élvezni. Király. Igen. De kiváló egyébként, kiváló szövegek szoktak ilyenkor születni. Volt már olyan, hogy csak másnap olvastam vissza, hogy mi volt, mert annyira nem volt meg. De ez előfordul másnál is, ugye Zsolt? És volt olyan, amit fel is használtál egy zenéhez például, vagy csak ikletként? Olyan volt, hogy a régebben megírt szöveghez nyúltam vissza egy új dalnál, de nem ilyen játék keretein belül, úgyhogy ezek inkább ilyen vers jellegű szövegek, nem is dalszövegek. Nem szoktam amúgy verset írni, csak amikor a Zsoltival játszunk, akkor soha nem dalszövegbe gondolkozom, hanem valahogy így jön ki ez. De ilyenhez még nem is. Ezt amúgy egy pár hónapja kezdtük el játszani, úgyhogy akkor már megvolt a lemez. Ki tudja, lehet, hogy a következő lemez az így csak ilyenekből lesz. Úgyhogy az aktivitás igen, az marad mindenképpen. Most folyamatosan még a lemezzel fogunk foglalkozni abból a szempontból, hogy a klippekkel kiegészüljenek a dalok, és akkor először a lemezről fognak megjelenni ezek, mellette meg csinálom az újakat, amik talán majd egy következő lemez, vagy nem tudom, egyelőre ilyen jellegű tervek nincsenek, meglátjuk, hogy ezek a megjelenések hogyan fognak működni, mennyire szeretik az emberek, vagy mennyire nem szeretik, aztán meglátjuk, hogy mit az a jövő, semmiképp nem szeretnék eltűnni. És akkor így hosszú távon benne van az is, hogy mondjuk a mostani állásod, az kiváltsa mondjuk teljesen a zene? Fú, ezt nagyon sokan meg szokták kérdezni, pont amúgy a melóban, hogy mikor mész már el? Szerencsére szeretnék meg én is őket, úgyhogy nem ez, de már kaptam olyan kérdést, hogy mit keresek itt. nehéz amúgy, mert jól érzem magam ebben, amit csinálok, mármint a munkára gondolok, meg a munkahelyemre, de nyilván a zene az,
ami ahogy már mondtam korábban, hogy így igazán magamat érzem meg, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Szóval, hogyha egyszer lenne egy olyan lehetőségem, hogy választhatok, hogy akkor a zene, vagy a jelenlegi melóm, akkor valószínűleg azért mondanám a zenét, mert ha nem tenném meg, akkor utána mindig bánnám azt, hogy miért nem tettem meg, és hogyha visszagondolnék, akkor tuti, hogy tényleg egy ilyen rossz érzés lenne, hogy basszus, miért nem próbáltam meg. Ugyanez igaz egyébként, picit visszakanyarodok a kliphez is, hogy azért volt ilyen részletes az egész, mert úgy voltam vele, hogy majd meglátjuk, hogy működik-e, de azt érezem, hogy én mindent beleadtam, ami tőlem telhető. Tehát, hogy nem akar, meg a lemezre is. Ezért volt hosszú idő, hogy ami tőlem tellett, azt így mind beleraktam. Úgyhogy ha választanom kell majd egyszer, akkor ha leszek abban a szerencsés helyzetben, hogy választhatok, akkor valószínűleg az a zene lesz. És egyébként mit gondoltok így tehát hogyha van egy nagyon tehetséges előadó mondjuk, aki megcsinálja magának a zenét, a szöveget, a mindent, elég az a mai világban már, hogy ő kirakja ezt a zenét, mondjuk nem is forgat hozzá klippet, csak egy tényleg tehetséges emberke egy jó zenét kirak. Elég az vajon a mai világban, vagy nem? Hát, hogyha hosszú távon nézzük, akkor lehet, hogy elég, viszont rövid távon semmiképpen sem. Mindenképpen szerintem ma már el kell juttatni emberekhez. Tehát az, hogy te kirakod például a YouTube-ra, az önmagában kevés. Mögé kell tenni valamilyen szintű marketinget, mert hogyha csak a 50 ismerősöt hallgatja meg, akkor nyilván ő is megmutatja az ismerőseink. Tehát ezért mondom, hogy hosszú távon lehet, hogy fel lehet ilyet építeni. Rövid távon szerintem semmiképpen nem elég, ha például klip nélkül jelentett meg az ember csak zenéket. Klip nélkül semmiféleképpen nem valóban, viszont szerintem ma már sokkal könnyebb eljutni több ezer emberhez. Tehát, hogyha csak a TikTokot nézzük, ami ebből a szempontból viszont baromi jó, ott egy perces videókat meg lehet osztani, de nem kell kihasználni azt az egy percet, és nagyon sokan utána ezt a hangot felhasználják. És ez így utána szépen fut végig a világhálón, tehát te azt a hangot feltöltöd, dallamos adott esetben, vagy jó a szövegvilág, akkor utána azt fel tudják használni más videókhoz, teljesen idegen emberek. Abszolút, amúgy a lehetőség az több, viszont ezáltal több a, hát nem, én nem hívom konkurenciának, mert szerintem zenén belül azért nehéz. Tehát, hogy nem sok olyan van, hogy most áthallgatok, és akkor B-t nem fogok, szerintem tök jól megférnek egymás mellett az előadók, viszont talán azt a szót használhatom, hogy ezáltal hígul amúgy az előadói szakma, meg a zenék. Úgyhogy a lehetőség az több arra, hogy eljuttasd az emberekhez, viszont egyre kevésbé érdekli szerintem az embereket minden ilyen tartalom, pont azért, mert felhígult, és úgy vannak vele, hogy kevés a jó talán. Én egyébként ezzel arra gondoltam, hogy már ilyen imidzseket fogyasztunk, vagy imidzseket hallgatunk, szóval, hogyha megnézel, itthon például remek példa a Lumen Prala, aki egy komplett olyan imidzset épített maga köré, mindenféle ilyen kis aprósággal, meg easter egg-gel, meg olyan dolgokkal, vagy olyan szavakkal, amit csak a rajongók értenek, hogy ilyen. Tehát ott már nem elég a zene, hanem kell az image is meg. Igen. Én a Prahát még akkor hallgattam, amikor ilyen, nem is tudom, már voltak, tehát ilyen 40-50 ezres nézettségei voltak. Én akkor fedeztem fel, és én akkor már mutattam a barátaimnak, hogy baszki, itt a ügyes rác, meg tényleg egyedi, amit hozott. Ja, kiváló például. Ját, őt mi is még Zsoltival hallgattuk. Uh-huh. Meg ugyanez volt a Krúbi is, hogy ő is talán három dala jött ki egyszerre, és még akkor senki nem ismerte, és azt is Zsolti mutatta. Amúgy így hirtelen tényleg 3-4 ilyen ember tudnék mondani, még a Mikey az, aki tényleg ilyen egyedi, és azt mondom, hogy na tényleg itt a helye, tehát hogy mindenféleképpen. Igen. És akkor itt vissza lehet vezetni Zsoltira, hogy miatta futtan. Ő mutogatja hát mindenkinek. Igen, Zsolti, hát igen. Na, tehát. Jó, hát és még itt két kérdés maradt nekem a végére. Az egyik az, hogy megfordult-e a fejedbe, hogy valamilyen tehetségkutatóba részt vegyél, vagy mi a véleményed ezekről a sókról? Nem. Fordult meg a fejembe, kerestek, egyébként az elmúlt 4 évben majdnem minden évben kerestek, hogy menjek tehetségkutatóba. Legutóbb nem nagyon nézek való világot, de volt egy olyan évad, amit a VV Soma nyert meg, abban egyébként pont belnéztem, és ő hívott fel telefonon, hogy menjek már az X-faktorba, és akkor mondtam neki, hogy sorry, de hogy nem nagyon tudok énekelni, tehát hogy nem gondolom, hogy ott helyem lenne, és akkor mondta, hogy miért, és akkor például hozott a Manuellel, hogy ugye fut most már rap műfaj is az X-faktor, meg ilyesmi. Nekem a rap az nem erről szól, hogy egy tehetségkutatóba fuss be. Tényleg az önkifejezésről, hogyha saját erőből el tudsz érni
sikereket, az tök szép, de nekem nem hiányzik az, hogy egy megformált karaktert hozzak, egy előre megformált zenékkel, hogy igazából most ez lehet, hogy egy rossz szóra, de hogy egy bábuként mozogjak egy tévébe, ez nem. Szerintem ezt nehéz összehozni a rap műfajjal. Hogyha valaki énekes, akkor ott sokkal könnyebb, jó dalokat el tud énekelni, ott tényleg arról szól, hogy a hangját meg tudja mutatni. Viszont szerintem a rap az nekem legalábbis távol áll az ilyen jellegű tehetségkutatóktól, mint mondjuk az X-faktor. Igen, tehát ez a tehetségkutató, én amúgy belülről látom ezt az egészet, én ezt senkinek nem ajánlom amúgy. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen show műsor, bábszínház, és utána kiadó meg, amit lehet, azt úgy is lehúz rólad. Tehát, hogy nem akarok ellenünk beszélni félét, és ne esik, és azért tényleg nagy tehetségeket megismerhettünk tény és való, de nem feltétlenül azok a legjobbat, akik meg is nyerik. Ugye, tehát ez már mondjuk más kérdés. És néztek amúgy ilyen műsort? Én az utolsó pár évadot már egyáltalán nem néztem például az X-faktorból. Egyrészt a zsűri összetétele is, mert az is amúgy egy más kategória, ugye, tehát, hogy igen, illetve mondom, tényleg ez, hogy amikor egy manuáltól kezdve és a többi megjelenik a tévébe, hát az azért, na. Szerintem egyébként annak jó a tehetségkutató, aki hírnévre vágyik elsősorban, mert azt meg fogja neki hozni, és arra egy barom jó lehetőség tényleg, viszont hogyha arra vágyik az ember, hogy a saját zenével érjen el sikereket, akkor abszolút nem egy tehetségkutatóban kell keresni a helyét szerintem. Amúgy néha belenézek, tehát hogy rendszeresen nem szoktam nézni, hogyha van egy jó produkció, amiről mondják, hogy úristen, milyen jó volt, meg ezt hallgass meg nézd vissza, akkor nyilván azt megteszem, de most így magamtól nem ülök le, nem tudom, este X-faktort nézni. És ha így elkanyarodunk a tévétől, ugye van most már egy YouTube-unk, ahol szintén van ilyen felkapott lista, és ott is lehet ilyen tehetségeket szemezni. Szerintetek az így rendben van-e? Tehát az kerül-e oda, akinek mondjuk tényleg ott kell lennie? Meg úgy amblok, mit gondoltok az egész magyar zenei felhozatalban, hogy látszik-e mondjuk egy minőségjavulás, vagy esetleg épp, hogy egy minőségromlás, tehát, hogy... Úgy érzem, most kell kimenjek a stúdióba. Fuha. Megadom a lehetőséget, Matyi, válaszolj a kérdésre. Ez elég tág kérdés amúgy, tehát... én alapvetően azt gondolom, hogy aki a felkapottba kerül, az joggal van ott. Mégpedig azért, mert ügyes volt, és valamilyen szinten elért egy olyan hallgatói bázist, hogy oda bekerüljön. Hogyha az én privát véleményemet kérdezed, hogy zeneileg, hogyha felkapottakról beszélünk, akkor ők milyenek. Szerintem, aki most van ott, az teljesen tök oké, tök joggal. Ugye Well Hello, ugye most talán az első még mindig a Mériéknek a klipje, amit ti csináltatok. Úgyhogy ezután is gratulálok egyébként. Köszönjük nektek szépen. Nekik is a saját műfajukban szerintem verhetetlenek. Ugye Sophie-nak van most kint egy új zenéje, szerintem baromi egyedi a hangszíne, úgyhogy nem tudok ezzel vitatkozni, hogy neki ott helye lenne. Az első kettőt eltaláltad eddig, tökéletes. Igen? Igen. És igen, a harmadik. Well Hello? Nem. Az előbb kint beszélgettünk róluk, vagy róla, és egy hölgyel együtt énekli a zenéjét. Kis göndörhajú srác, Szabi Est, egészen pontosan. Oh, ja, és a Tóth Andinak a közöse. Tessék? Már harmadikok? Igen, wow, igen, igen. Hogy pörög igen, az igen, felfelé. Igen. Tök jó, az Andinak kifejezetten csípem amúgy a munkásságát, úgyhogy annak tényleg örülök. Tehetséges, igen, valóban. A Well Hello amúgy az ötödik most éppenség, és a GBM-ék a negyedikek. Na, róluk meg ma be, akkor nagyjából. Mindenkiről beszéltünk ma már. Igen, igen. Úgyhogy ha meg azt kérdezed, hogy minőségjavulás, vagy minőségromlás, hát szerintem azáltal, hogy nagyobb a hallgatói közeg, mert egyre többen hallgatnak ugye magyar zenét, ezáltal a minőség is szerintem olyan szempontból. Tehát, hogy összességében nem lehet vizsgálni, mert azok az előadók, akik futnak, szerintem ott nincsen ezzel probléma, csak mivel egyre több előadó van, itt inkább az aljáról tudok beszélni, ott van valamilyen minőségbeli romlás persze, mert meg akarnak felelni a társadalmi elvárásoknak, minél sűrűbben kirakni zenét, inkább olyan zenét, ami tehát azáltal sűrűbben rak ki, azáltal az a zene az valószínűleg szerintem úgy lesz megírva, hogy amiről már beszéltünk ezerszer, hogy nem sok mondani valóval fog rendelkezni, ezáltal van ilyen minőségbeli romlás, nem költenek szerintem annyit stúdióra, utómunkára, stb. Tehát, hogy ilyen szinten igen, viszont ezt nem a futó előadókra tudom mondani, hanem inkább a feltörekvőkre, akikből meg egyre több van.
nem érzed úgy, hogy ez ilyen, hogy mondjam, ez fogyasztói társadalom, és hogy a többségnek nem kell az, hogy hú, de jó szóljon, a master jó legyen, a rimpár tökéletes legyen. Tehát én amúgy tényleg ezt látom, hogy amilyen az agyon is, nem olyan fogadj is. Tehát most oké, hogy van az első háromba tényleg, aki azt mondom, összerakta és megcsinálta, de hogy amúgy... De simán lehet, hogy erre van igény. Egyébként ezért is mondtam, hogy szerintem nekem van jó, meg rossz zene, de hogy ez ugye műfajta, meg szövegvilágtól, meg mindentől független, ami nekem tetszik, meg ami nekem nem tetszik. Minden zene tetszik valakinek, szóval. És bármi záró gondolat, amit így még útra való adnál a hallgatóknak, nézőknek? Hát először neked, köszönöm a lehetőséget. Hát én is köszönöm, hogy eljöttél. Hát remélem, hogy várják egyébként, meg kíváncsiak ennyi idő után a felkavarra, ugye most már mondhatjuk, vagy mondhatom a nevét. Tényleg olyan projekt, amiben amit tudtam, beletettem, úgyhogy remélem, hogy szeretni fogják. Hát akkor kíváncsian várjuk mi is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és reméljük majd az album után leülünk egy ilyen kivesézőre, hogy teljesített az album, aztán sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen, reméljük pozitívan tudok róla majd beszámolni. Köszönöm. Köszi, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.